különleges helyen és különleges alkalommal megyünk tovább itt a Fighters Talk műsorával, és hát nem kell nagyon bemutatni senkinek a jelenlegi vendégemet, hiszen a karantén alatt is beszélgettünk meg már, illetve hát a Fighters Talk műsort valahol te indítottad el még Székely Csabával. Köszöntöm itt a vendégemként Karacs Attilát. És az apropója az egésznek, hogy egy ilyen, hát nevezzük életrajzi műsornak, amit most itt igyekszünk összeállítani rólad, egy ilyen több részes, nagyjából másfél órát igyekszünk majd kitenni, és ezt ilyen kisebb szeletekre bontva majd szépen fogyasztható mennyiségben adagolni nektek, és egy kicsit úgy megközelíteni a te életedet, munkásságodat, pályafutásodat, mondhatni múltadat, jelenet, jövődet, ahogy eddig még nem volt. Mert aztán ebben majd erősíts meg és száfolj rám, akár így, akár úgy, de ugye szerencsére rengeteg féleképpen követhettünk téged végig, kiskorodtól kezdve egészen odáig, ameddig nagy sikerédet érted el, a visszavonulásig, és hát utána, amikor ugye saját egyesületed alapítottad meg, és hát ahol tartasz ma. Ugye sokszor ismételt kérdéseket egy kicsit háttérbe tennénk, és megnéznénk onnan, hogy mi az, amit még nem tudunk rólad. De mielőtt belevágunk ebbe a részébe, hogy telt a nyár? Jó hangzik, üdvözlök mindenkit. Jól telt. Azt hiszem, nyugisan, pihenősen, augusztusban szabadság, az edzőtermet is bezártam, edzéseket sem tartottam, úgyhogy igyekeztem így családi körben egy picikét elvonulni. Merre mentetek, jártatok? Így nagyobb távolságra, nagyobb időtartamra nem mentünk sehova, nagyon sokat kirándultunk leginkább, illetve van egy-két ilyen edzőtábor, ahol meg szoktak hívni. Edzést tartani nyilván oda elmentem, de aztán ennyi. És akkor mikor vágtok vissza a munkába? Szeptember? Szeptembertől indul hát nyilván vége a szabadságnak is, indul az edzőterem is, remélem nem lesz zárás, úgyhogy reméljük, hogy el tudjuk kezdeni megint. Lesz most egyébként a közeljövőben valami olyan világesemény, ahova utaztok, mentek, ahol például ez fontos kérdés lesz, hogy lehet-e utazni, vagy nem? Megmondom őszintén, hogy a versenyzéstől én eléggé eltávolodtam. Ez nem véletlen egyébként. Majd így a másfél órában nyilván kiderül az is, hogy miért. Nem vagyok ebbe benne napi szinten, nem tudom, hogy hogyan állnak most a versenyek. Egy dologról tudok nyilván nyilatkozni, az a Tech Budogáló, ugye, amit minden évben mi szervezünk, az idén sajnos elmarad megint. És ennek Covid az oka, vagy van valami más? Nem, ennek Covid az oka. Tehát az, hogy a Covid helyzetnek vége, az szuper, csak arra is gondolni kell ilyenkor, hogy a versenyzőkkel mi történt közben. Tehát attól függetlenül, hogy valaki volt beteg vagy nem, nyilván az edzések, a versenyek, most minden egy picikét megállt. És mi szerettük volna ezt a versenyt egyébként megszervezni, de a visszajelzések azok voltak, hogy nem érdemes, túl kevés az induló. Jó, erre a részére visszatérünk, hogy hol tartasz most. Igen. És mit csinálsz, mert ez nem a végével szeretnénk kezdeni. Amit egyébként így nagyjából lehetett rólad olvasni, meg lehetett, nyilatkoztál te is, hogy viszonylag fiatalon csöppentél bele itt a küzdősportok világába. Igen. És viszonylag fiatalon kezdtél el versenyekre járni, meg hát ugye, ha jól emlékszem, 17 évesen lettél profi. Hát mi számít profinak, hogyha pénzdíjas meccseket nézzük, akkor egy kicsit előbb. Jó, akkor ennél rátod még fiatalabban. Uh-huh. Honnan jött ez, hogy a kis Karacs Attila nem tűzoltó akar lenni, vagy vadakat terelő juhász, hanem küzdősportos? Hű, jó hosszú sztori lesz, úgyhogy van időnk bőven, szerintem. Ez talán minden fiú gyerekben egy picikét benne van, aztán van, akiben jobban, mindenkinél jön valahonnan. Nálam én azt hiszem, leginkább most már utólag tudom ezt jól összerakni, hogy miről is szólhatott ez a dolog. Nem feltétlenül a versenyzésről, nem is küzdő sporttal, inkább talán harcművészettel kezdtem 10 évesen kempózni. Talán az volt a fő motiváció, hogy sokakkal egyetemben nem feltétlenül jól szocializálódtam így a agresszióval kapcsolatban. Tehát lévén, hogy ez egyébként tabu téma, ma is, meg régen is az volt, így ezzel kapcsolatban volt nagyon sok tiltás, én azt hiszem, cserébe viszont azért hirtelen felindulásból így gyermekkoromban elcsattant jó néhány pofon is, tehát így a kettőnek a meccés pontjából kialakult valami olyasmi, hogy én nekem nagyon nem volt komfortos ez az agresszió dolog, azt hiszem. De már ez, hogyha lehet ezt így kérdezni, akkor ez így otthonról, család? Igen, az abszolút történt. Onnan, de szerintem ez nem feltétlenül ritka, ez valahogy egy ilyen furcsa párosítás volt, ez nekem nem annyira volt jó, és nyilván az sem fiú
gyerekként mondjuk, hogy ilyen 8-9 évesen adott esetben mondjuk megvertek, mert egy ilyen erőszakosabb szituációban én így szépen lefagytam, és nem nagyon tudtam mit csinálni. Tehát innen jött azt hiszem így a küzdősport, meg a harcművészet, meg ennek az egésznek a filmek alapja, hogy jó, hát akkor ezzel kezdeni kell valamit, gondolta ezt a kicsi Ati, és lekeveredett kempó edzésre. De akkor neked volt ilyen problémád gyerekkorodban, hogy bántottak többször, vagy ez? Szerintem, tehát ne nevezzük ezt ilyen irdatlan problémának, nem voltam én szerintem az átlagnál jobban kipécézve, azért a gyerekek nagyon furcsán tudnak viselkedni néha egymással. Nem tudom, valószínűleg vannak, akik ezt egészen egyszerűen így lefotják magukba, vagy valamivel túlkompenzálják, én így talán megpróbáltam vele egy picit szembenézni, és akkor így gyerekként nyilván a saját magam kis módján elkezdeni a harcművészeteket. Ahhoz képest egyébként tovább jutottál, ez elég szépen sikerült. Hát így, igen, de hogy ez volt az egésznek a fő motivációja, azt hiszem. Így, de ezt tényleg csak utólag tudom összerakni. Menet közben ez meg egyszerűen csak hajtott, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Hát nehogy már én ezt ne tudjam. Tehát ez így nem lesz jó. Otthon egyébként szüleid sportoltak, vagy mennyire volt a sport így a hétköznapok része? És milyen, hogyha volt egyáltalán? Tehát inkább csapatsportok felé kacsingattak, vagy ez így egyáltalán nem volt? Csak nem. Egyéni sport felé, meg küzdő sportok felé azért viszonylag ritkán indul el az ember. Igen. És nem volt egyáltalán ilyen vonal a családban, ilyen sportvonal. Ezt nem is a sport miatt, hanem tényleg inkább a bunyó verekedés miatt tegyük idézőjelbe. Találtam én ezt ki magamnak annak idején, és miért pont kempó? Azért, mert volt egy film akkor, ez a Tigristán című film, aminek egy kempós emberke, a Jess Pinkman volt a főszereplője, hát nyilván szuperhős úristen Jézusom, és Fóton, ahova általános iskolába jártam, oda lekeveredett Lovász Gábor az első mesterem, és tartott egy kempó bemutatót, és kiderült, hogy itt majd mit tudom én, jövő hónaptól kempó edzések lesznek. Hát gondolhatod, hogy akkor nekem ott a helyem. Egyébként arra emlékszel, hogy hogy milyen volt az első? Szerintem igen, hát nyilván nagyon izgultam, aztán akkor még nem is a mester érkezett, mert külföldön volt, hanem egy tanítványa, aki egyébként hát nyilván szintén mester, tehát hogy ugye az egésznek volt egy ilyen rettenet misztikuma is. Nyilván ez egyébként kell egy gyereknek. Tehát én annak nagyon örülök, hogy egy kicsit ezzel a misztikummal és picikét inkább ennek a harcművészeti részével kezdtem. Tehát ez ad talán az egészhez egy más hozzáállást, meg egy másfajta mentalitást, kultúrát. Igen, ez mennyire biztos, tehát hogy ezt magamról is tudom, én is küzdősportoltam sokat, és hogy a tradicionális részével kezded, akkor az átformálja a személyiséget, főleg gyerekként. Teljesen más irányba visz, tényleg ad az embernek egy tartást, egy biztonságot, egy nyugalmat, és itt még nem is a versenyzés részéről beszélünk. Neked mennyire alakult itt, tehát hogy mennyire segített a te fejlődésedben, hogy volt rendszeres küzdősport az életedben, és itt tényleg inkább a tradicionális része. Uh-huh. Mert hát a közösséghez tartozás. Hát ezek voltak a fő szempontok, például a közösséghez tartozás, azt hiszem. A tradicionális része is, bár legyünk őszinték, én ezt az előn túl sokáig nem csináltam. 10 évesen kezdtem el kempózni, és azt hiszem, hogy az első ilyen full contact meccsemen, nem tudom mennyire emlékszel te ezekre, még a Calypso ringdiszkóban voltak ilyen bajnokok éjszakai rendezvények, ilyen nagy free fighting gálák, és ilyen, hát majdnem, már igazából kájtyhez hasonló szabályrendszer volt ez, csak volt 10 másodperc ilyen földharc engedélyezve, de a lényeg az, hogy ez full kontakt volt, és ugye ezt most azért mondom, mert nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, hogy ugye az óriási nagy különbség a küzdősportokban, a full kontakt versenyeken, ott ugye teljes erejű ütések, rúgások vannak, tehát gyakorlatilag a célja egy full kontakt ütőrúgó sportban az illetőnek az, hogy a másikat harcképtelenné tegye. Tehát nem az, hogy szépen legyőzze, nem az, hogy több pontot csináljon. Egy csomó-csomó dolog, persze, ez benne van, de alapvetően legbelül nem ez a lényeg, és ez egy teljesen másfajta attitűdöt igényel, azt hiszem. És na, itt volt egy nagyon érdekes pont, ahol rájöttem, hogy talán azért ezek a tradíciók azon az úton, amerre én megyek, szerintem balpályára visznek. Ez egy nagyon érdekes felismerés volt. Már egyébként. Mármint, hogy te a full kontaktot vigyed tovább, vagy hogy ez legyen az elsődleges cél a versenyeken, és ezt te nem úgy élted meg, mint ahogy, vagy ez vitt volna el egy rossz irányba? Nem, ennek igazából a versenyekhez nem is volt semmi köze, egy teljesen másfajta mentalitáshoz volt köze. Ez egészen konkrétan ilyen 13 éves korom környékén történetett egy ilyen nagy kempós edzőtáborban, mit tudom, hogy volt 130 ember, és ott volt a későbbi bunyós nevelőedzőmnek, a Juhász Ferinek a csapata is, és Juhász Ferencről
ő volt akkor azt hiszem talán a Campus Szövetségnek a vezetője is, és ő egy hát nagyon más mentalitást képviselt. Amellett, hogy nagyon komolyan vette a tradíciókat, egy kőkemény bunyos volt. Picikét csibészvonal is talán, tehát egy picit más irány. És nekem ott 13 évesen az egy elképesztő fura csalódás volt azt látni, hogy megjelent a Ferinek a kis 15 fős csapata, és a rövidnadlágos atléta trikós srácok, akiknek még gíjük sincs, tehát egy gyereknek ugye, akinél a fekete öv az Jézus, Atya, Úristen, főhúzzák a kesztyűt meg a sípcsontvédőt, és a fekete öves emberkék szaladgálnak előlük, hogy ne kelljen velük párba lenni. És ott egyszer csak így nekem furcsa lett, hogy de várjam egy kicsikét, hát itt fekete öv meg, hogy az egész a tradíció harcművészet, itt vannak a mesterek, és akkor itt van egy ilyen szedetvedett brigád rövidnadrágban, nagy hangúak meg mit tudom én, és akkor most hol vannak a mesterek? Tehát, hogy picikét úgy éreztem, mintha ebbe az egészbe valahol talán belennék csapva, hogy ennek valóban köze van a harchoz és ahhoz a nem túl kellemes érzéshez mondjuk, ami egy verekedés közben előfordult. Tehát egyszerűen olyan volt, mintha nem lenne meg a meccéspont. És ezért valamilyen formában elkezdett sokkal inkább az a világ húzni, sokkal inkább a bunyó, és valahogy így az élet is adta, mert 14 éves voltam akkor, amikor pont jött egy ilyen lehetőség, ugye előtte én indultam, egészen ilyen 11 éves koromtól kezdve kempó versenyeken, de hát nyilván az nem fókontakt, formagyakorlat, kis küzdelem, de azért az játék. Tehát ott nincsen meg a harcnak ez a, hogy úgy mondjam, ilyen komolyabb aspektusa. Az ott tényleg játék egy gyereknek bőven elég. Onnan nagyon nagy lépcső volt. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy 11-12 éves korod elején nem biztos, hogy Persze, hogy nem. Tehát abszolút. Egymásnak nekiálltok. Hát meg ha valaki azt mondaná, hogy 10-11 éves gyerekeket összeengedne fókontakt szabályrendszerben, szerintem a világ másik végéről is elküldeni őt melegebb éghajlat, tehát nyilván ez teljes őrültség, csak valahogy nekem így leesett, hogy nem biztos, hogy ez lesz az. Tök jó volt indulni, és most valahogy így kikristályosodott egy olyan irány, merre viszont most erre szeretnék menni. De egyébként így utólag már visszagondolva nem bánod, hogy itt a Campo volt az első, nem, amivel te neki kezdtél, nem, és nem, kellett ez nem. az irányváltás, hogy itt az a csalódottságérzés, hogy utána végül is jó irányba menjen? Egyáltalán nem, főleg azért nem, mert ugye a Juhász Feri, mint mondtam, ő egy nagyon-nagyon jó bunyos volt, és mellette ő azért komolyan vette a tradíciókat is. Tehát volt egy olyasmi minta előttem, hogy ez nem vagy-vagy. Tehát az nem vagy-vagy, hogy valaki egyébként egy kultúrált, a tradíciókat tisztelő ember, vagy egy kicsit nagyobb hangú, kicsit csibészebb feelinget képvisel, hanem a kettő az valahogy úgy összepasszintható, és innentől lett a dolog nekem egyébként azt hiszem hiteles. Úgy valóban hiteles. És mielőtt egyébként itt a K1-re tovább mennénk, mert innen a következő lépcső egyébként az, ez alatt a rövid idő alatt te próbálkoztál bármi más sporttal, csapatsportokkal, labdajátékokkal, nem, vagy az... Nem, engem a Campo teljesen berántott, maga a közösség meg a harcművészet, nagyon sokat jártunk bemutatózni ilyen gyereknapokra mindenfelé, tehát először egy ilyen feelingje volt, aztán utána ilyen 14 éves, tehát az első meccs után ott szerintem eldőlt a sorsom. Azt hiszem. Jó, hát ott már az... Igen, de hogy, tehát az még egy olyan mérkőzés volt, ahol még igazából a régi csapatomnál edzettem, de már ugye a Ferivel mentünk a meccsre, tehát az egy ilyen fura köztes dolog volt, egyszer-kétszer voltam talán a Ferinél előtte edzeni. Hát az első meccs az embernek egyébként megnyertem, tök jó volt, de nem sok mindenre emlékszem. Tehát az ember általában az első néhány fókontak meccséről van, hogy csak ilyen vágóképekre emlékszik. Picikét nagy a stressz olyankor. És egyébként ott még mielőtt tényleg itt aztán a K1-es részre rátérünk, ugye azért ott az általános iskolát ott végigjárod, mire eljutsz 14 éves korodig. Igen. Ott egyébként így hogy álltak hozzád? Mennyire tudták rólad, hogy te küzdősportolsz? Mert ugye ez a gyerekeknél mindig egy ilyen érdekes téma, hogy vagy tisztelik, becsülik, aki ezt csinálja, vagy elkezdenek vele kekeckedni, hogy na, akkor te utasd, mit tudsz? Szerintem általános iskolában inkább a B. Tehát az akkor maga a küzdősport ez egy kicsit ilyen, hogy úgy mondjam, kontraproduktívnak bizonyult. Tehát így nem biztos, hogy ez lesz a megoldás. Mert most már tudják, hogy na mi van nagy kempós? Tehát, hogy ez így nem jó. Úgyhogy blöffnek kevés lesz, kicsit tovább kell menni. A szakközépiskola az már nagyon másmilyen volt ott, szerintem én is
Én is más, mert hát ott sok minden történt egyébként abban, abban az időszakban. Ugye ott már ilyen 16 voltam, és akkor itt a másik kérdésre a választ. Tehát szerintem 16 voltam egyébként, amikor először bunyoztam így pénzért, ugye ezeken a gálákon ilyen pénzdíjas. És akkor az nem is volt rossz mondjuk, tehát akkor jó volt, hogy 50 ezer forintot fizettek egy meccsre. 98-ba az nem volt olyan nagyon rossz. Csak hogy egy kicsit kíváncsiskodjak, volt neked ebből néha összetűzés, akár iskolán belül, kívül? Nem. Bepróbálkoztak? Nem. Vagy szaküzépiskolában már egyáltalán nem. De ugye, ami még itt hozzá kapcsolódik, hogy ugye jött a pénz a bunyóból valamennyi, de hát nem voltak túl jók az anyagi körülmények, úgyhogy én elég gyorsan elkezdtem dolgozni is. Hát így bunyósként, meg versenyzőként mégis hol? Nyilván egy ilyen társaságban, hát nyilván szórakozó helyeken. Tehát gyakorlatilag 16 évesen még nem volt meg a jogsim, amikor az első szórakozó helyen dolgoztam, és ilyen csapattársak vettek fel a kocsival metróállomásnál, mert ráadásul vidéken volt, tehát így belecsöppentem ebbe az éjszakai sztoriba. És ez viszont egy nagyon, na ez adott egy nagyon érdekes nézőpontot, ennek a hármasnak a metszete ugye a harcművészet, a full contact küzdősport, ahol tényleg vicsorogva szét akar csapni a másiknak a fejét, nyilván akkori én nem, tehát így ennyi jött le, és mellette harmadik támpontnak pedig a valóság, tehát a valódi utcai dolgok, na és ez a három, ez egy ilyen, tehát én azt gondolom, hogy mind a három nézőpont kellett ahhoz, hogy most úgy tudjak erről az egészről gondolkodni, ahogy ezt teszem. Na hát ezzel folytatjuk akkor a második blokkunkat.